Lassan visszatér a baktai kultusz Dunaharasztira. Fontos kulturális lépés lehet a város életében a Dunaharasztin született Baktai Ervin emlékének ápolása. A Gottes Mann Ervin néven született sokoldalú művészettörténész, orientalista, író, műfordító, fordulatos élete, tanúságú szolgálat a szülővárosban élő fiatalságnak, de baktai élet filozófiája vonzó lehet a játékos kedvű öröki fiak számára is. Sőt, mindenkinek. Mint a soron következő, a Laffert kúriában megtartott előadásból is kitűnik, baktai elmélyültsége nem csak az alapos india kutatásban mutatkozott meg, örök kíváncsisága és játékos kedve újabb és újabb derűs kalandokba sodorta őt és a hozzá legközelebb álló barátait. Egy ilyen barát volt a festőművész Huzella Pál is. Kettőjük barátságának titkos történetéről tartott előadást a Laffert kúriában a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum főmuzeológusa, dr. Kelényi Béla. Ez az előadás a februárban elkezdődött baktai programsorozat negyedik állomása. A sorozat a baktai halálának 50. évfordulójára rendezett baktai konferenciával és előadássorozattal vette kezdetét. Az első állomás volt egy nagyon jól sikerült baktai konferencia. A második állomás volt Kubasek János előadása. A harmadik állomás múzeumok éjszakáján megnyílt Baktai Ervinnek az Indián Múzeuma, itt Dunaharasztin, ami Kisoroszlyból nyert végleges elhelyezést és ide költözött. És ma érkeztünk a negyedik állomáshoz, ahol dr. Kelényi Béla, a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai és Művészeti Múzeum főmuzeológusa fog egy előadást tartani, Baktai Ervin és Huzella Pál titkos barátságáról, képzőművészeti és egyéb élményekkel megfűszerezve az előadását, úgyhogy nem is szaporítanám a szót, átadnám a szót Kelényi Bélának. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Ebben az előadásban Baktai Ervin és Huzella, vagy későbbi magyarosított nevén Hallgató Pál festőművész barátságának szeretnék emléket állítani, annál is inkább, mert bizonyos ideig Huzella Pál is dunaharaszti illetőségű volt, nem csak Baktai Ervin. Ezt ugyan már lényegében megtette Huzella maga. Egyrészt az itt látható 1948-ban elkészült Kaleidoszkóp, ami a világtörténetből kimaradt sertültebb öregurak okulására című karikatúra sorozattal, mely az egymással barátságban eltöltött 40 évnek állít emléket. Másrészt pedig 1929-ben Baktai indiai útja után összeállított sorozattal, amelyben Baktai, mint Bakta Biksu néven szerepel, és ide számíthatjuk Huzella önéletrajzi feljegyzéseit is. A most bemutatott anyagnak eddig csak elenyésző része volt ismert. Az is csak nagyon szűk körben. Egy része baktai családi köréből, más része a jelenleg is feldolgozás alatt álló hagyatékból származik, többsége pedig az ugyancsak a közelmúltban jó részt a baktai kutatás során felszínre került Huzella hagyatékból, amit most a Kizelbach Galéria jóvoltából tudunk bemutatni. Baktai egyik legjobb, minden esetre a legrégebbi barátja, a nála 4 évvel idősebb Huzella Pál festőművész volt, akivel fiatal korában Dunaharasztiban ismerkedett össze. Huzella Vácot egy olasz eredetű nagyváradi orvoscsaládban született, egyik testvére a sokáig Nagyváradon élő Huzella Ödön, író, költő, művészettörténész és festő volt. Pál, amikor a család a fővárosba költözött, akkor a főgimnáziumban elvégzett tanulmányai után 1905-ben iratkozott be a képzőművészeti főiskolára. Történetünk kezdete szempontjából az 1908 legfontosabb év. Ezen a nyáron találkozott ugyanis Huzella legfontosabb és későbbi életét teljes egészében meghatározó barátjával, Baktai, akkor még Gottes Mann Ervinnel. A Kaleidoszkóp című sorozat első képén, mely az egymással rivalizáló egóbajnokok összeismerkedését ábrázolja,
A Wagner zenéje iránt nagyban érdeklődő Huzella úgy figyelt fel Baktaira, hogy a haraszti strandon, ahogy Huzella írja, a Wagner zene dallamait világgá kúrjongatta. Így ír a visszaemlékezésében. Július derekán lehettünk, amikor egy jó forró délelőtt a strandon ment harasztin, ilyen is volt, megtörtént az ismeretség. Az általunk bérelt fürdőkabin történetesen közvetlenül a Haraszti Úszóegyesület kabinja mellett állott, melynek tagjai, csupa fiatal, vidámkedélyű legény a dunai élet terroristái, majd felverték lármájukkal a kabint. Ebből a zajból felharsant a már ismeretes bömbölés, és nagy megelégedésemre a bohém élet egyik akkoriban népszerűsödni kezdő áriáját intonálta. Nekem se kellett több, én is rágyújtottam, s így, egymás elől egyenlőre eltakarva, duettet énekeltünk. Ezután már percekbe sem tellett, és egymás kezét rázva álltunk szemben az ifjúval, nem is sejtve, hogy ez a készfogás évtizedekre szóló barátságot indít útjára. A rajzon még a fürdőkabin mellett, a fürdőkabin felett még egy feliratot is láttunk, ugye maffia van ráírva, és alatta pedig nemes egyszerűséggel a kalózok jelvénye, az egy koponya két keresztbetett lábszárcsonttal látható. És hogy mi is volt ez a titokzatos maffia, ez a dunaharaszti bűnszövetkezet, azt Baktainak a közeli megjelenés előtt álló önéletrajzából szeretném ismertetni. Így nevezték el az ifjúság egyesülését, bár ez nem volt szabályos szervezkedés, hanem rokon lelkek szabad tömörülése. A név onnan ered, hogy nemrégen azelőtt várt virághírűvé a szicíliai bűnszövetség, a maffia, melyet akkoriban lepleztek le. Titkos társulat volt, rémuralom alatt tartott a Dél-Oroszország jó részét, csak véres harcok árán sikerült leszerelni. A marcona és tekintély nem ismerő szövetség neve, mely közszájon forgott, nagyon megfelelt a haraszti ifjak képzeletének, és alig, hogy létrejött, a maffia erőteljesen működni is kezdett. A maffiát valójában egy triumvirátus irányította. Feje a dunaharaszti ifjúság vitathatatlan szellemi vezére, Baktai önéletrajzában T. Miska néven jelzett, mostanában derült ki róla, hogy őt dr. Támedli Mihálynak hívták, nem tudom, hogy talán valakinek eszébe jut a névről valami, író és tanárember volt, aki később 1926 és 35 között a berlini kollégium hungárikumnak volt az igazgatója, majd a Miskolci tankerület főigazgatója lett. A másikuk haraszti donzsuánja volt bizonyos R. Dundi, csak egyelőre csak annyit tudni róla, hogy a keresztneve Antal, talán erről is valakinek itt eszébe jut valami, aki ebben az időszakban főként a hegedű játékával bűvölte el a hölgyek, helyi hölgyek szívét. A maffia ötletgazdája pedig, és a megmozdulásainak a legfőbb kivitelezője természetesen Baktai bátyja Raúl volt, akinek hát az életpályája ugyancsak kalandos lett későbbiekben. És most már szeretnék akkor egy példát is bemutatni a dunaharaszti maffiának az elrettentő tevékenységéről, szintén Baktai leírásában. A maffia halálra ítélt egy különösen kellemetlen, pöfeszkedő, párvenű nyaraló családot. Egy reggel szörnyű figyelmeztetés leltek házuk ajtajára tűzve, véres kéz lenyomatát. Itt Baktai zárójelben megjegyzi, hogy ennek az ő kármin festéke adta meg az árát. Vagy fekete koporsó kezdetleges ábrázolatát, esetleg halálfejet, két keresztbetett lábszárcsonttala, vagy vértől csöpögő tör rajzát. Ha ezzel nem törődtek, akkor pár nap múlva erélyesebb intelmek következtek. Például arra ébredtek, hogy a kertjükben lévő teniszpályát titokzatos kezek az éj sötétjében némileg átalakították, és az egésznek új tájkép hatást adtak, olyképpen, hogy a felásott pálya nagy részét tóborította, körös-körül hangulatosan betűzdelt nádassal, és középen meglátható a Dunáról felhozott csónakját, frissen átfestve, nyolcféle szín tarka csíkjaival. Sőt, hogy a táj hangulata még teljesebb legyen, hosszú madzaggal a lábukon több hatalmas béka volt oda kötve, és keservesen kuruttyoltak. Ez imponáló teljesítmény volt, nesztelenül, az éjszaka leple alatt, nagyszerű szervezettséggel és kiválóan irányított együttműködéssel dolgozott a maffia. Igazán meglepő,
hogy az így kitüntetettek nem méltányolták az igyekezetet. Természetesen feljelentés történt ismeretlen tettesek ellen. A tettesek azonban továbbra is ismeretlenek maradtak, jól lehet az őslakók mind tisztában voltak kilétükkel. Ha pedig a kipécézettek tovább dacoltak, akkor ilyesféle dolgokra lehettek felkészülve. Az egyik kiválóan bosszantó és idegen szagú család, melynek több hegyke fiatalember tagja és férfi vendége volt, egy késő este, amint vacsora után elterpeszkedtek a verandán, borzalmas neszekre és félelmetes hangokra riadtak fel. A zajok a kert különböző zugai felől jöttek, és észrevehetően nyugtalanították az ipséket. Néhány hőslelkű fiatalember erre lejött a verandáról, és kilépve a kertbe szétnézett, majd harsány, bátor hangon kiáltott. Ki jár itt? Válaszul nyávogás, morgás, halklánc csörgés hallatszott a bokrok sötét foltjai felől. A ház védelmezői önkéntelenül néhány lépéssel közelebb húzottak a verandához, és kissé bizonytalan hangon ismételték meg a kérdést, hogy ki és mi mászkál a kertben. De most a homályból sötét árnyak lopóztak elő. Fekete köpenyekbe burkolt, nagy fekete kalapokat viselő alakok, fekete állarccal a képükön. Közeledtek lassú, lopakodó léptekkel. Ez már túl sok volt a kemény legényeknek, gyorsan hátráltak, beugrottak a verandára, és izgatottan suttogtak. Egyikük a legelszántabb revolvert rántott, és kilőtt a sötétségbe. De erre egész sortűz felelt, persze papíros folytással töltött flóberpuskákból, de a dörrenés akár ágyukból is eredhetett volna. Most már az utolsó hős is sietősen visszavonult, a társaság elfújta a lámpát, a ház elsötétedett, az ajtók, ablakok bezárultak. Néma csönd honolt a környéken. Reggelig senki nem mert előbújni, de amikor végre kimerészkedtek, várt rájuk néhány meglepetés. Többek között eltűnt a kertben volt ülő szobor alak. Nem, a maffia nem lopott. Az ülő szobrot jóval később megtalálta egy szorongó érzéstől űzött családtag a kert félreeső helyén álló kis bódéban. Gondolom, Don Juan nem ijedt meg annyira a kőszobor vendégtől, mint az illető, amikor mit sem sejtve, sőt, az éj izgalmai után enyhülésre mélve benyitott a csöndes helyiségbe. Ilyetén előzmények után nyilván nem esett nehezére a két rokonléleknek a barátkozás. Huzella meg is jegyzi, mint kiderült, ifjú barátom is festőnek készült, s nagy tisztelettel tekintett rám, mint már komoly, igazi olajképek festőjére. Bakta ilyekkor már a Szűz utcában Budapesten műtermet bérel, 1909-ben érettségi vizsgát tesz, és szeptembertől pedig Ferenczi Károly tanítványa a képzőművészeti főiskolán. Innentől kezdve Huzella Pállal bérel közösen műtermet az Óvoda utcában, ahová oda is költözött. Mint Huzella írja, Ervin barátom ez időben óriási heverőkampányokat rendezett, ami annyit jelent, hogy egész nap díványán heverve olvasott, alig-alig kelve fel annyi időre, amennyi a táplálkozáshoz kellett. Olvasmányai körébe a szépirodalom termékei épp úgy beletartoztak, mint a teozófikus művek, melyek engem abban az időben meglehetősen hidegen hagytak. Már ekkor is foglalkozott Indiával, buddhizmussal, pillanatnyilag élveztem boldog, s a függetlenség látszatával kápráztató életemet, s Ervin barátommal együtt elmélyült bohém életet éltünk. Természetesen hamarosan bevezettük egymást családjainknál is, mindketten nagyon barátságos fogadtatásban részesültünk. A barátságos fogadtatás egyébként nem is lehetett túlságosan kétséges, mivel az eladó sorban levő Gottesman lányok, különösen a legidősebb Marie Antoinette, vagy ahogy a családi becenevén hívták, Mici, nagy életet vittek ebben az időszakban. Huzella így folytatja. Tulajdonképpen csak ekkortájt kezdtem behatóbban érdeklődni a dunaharaszti nyaralótelep lakosai iránt, mikor már barátom, s köztem annyira elmélyült a baráti viszony. És gyorsan ismeretségbe kerültem a helybéli családokkal, elsősorban az ő családjával, impozáns egyéniségű mamájával és vidám, eleven és nagyon bájos nénjeivel. A család igen muzikális volt, a zongora majdnem mindig szólt, hol a mama énekelt saját kísérete mellett, hol a legidősebb lány, Mici, zongorázott nagy rutinnal. Sok kedves órát töltöttem körükben, s a mama is, Mici is mindig szívesen látta megjelenésemet. Zongoráztak nekünk, és ilyenkor azt is elnézték, hogy mi ketten, a barátom és én belebömböljünk az éppen általuk játszott valamelyik operába, ami többnyire Wagner vagy Puccini volt.
Nem sokára azonban felgyorsultak az események, és a Gottesman család tagjai szétszélettek a szélrózsa minden irányába. Baktai 1910. szeptemberében Münchenbe utazik, októberben lesz Hólósi Simon festőiskolájában kezd el tanulni. Édesanyja pedig anyagi hálásától függően, hol Pesten, hol pedig a külföldi fürdőkön tölti idejét. Marie Antoinette egy barátnője meghívására Londonba költözik, majd az Indiába hazatérő Bamba hercegnő volt az utolsó szikh uralkodó Dalip Singh lánya, kíséreteként Lahorba utazik, Baktai mafia alapító bátya Raul pedig Amerikába megy ismételten. Baktaiék házát Dunaharasztiban pedig ekkor éppen a Huzella család veszi bérbe. Barátja kitartó ostromának engedve, ekkor Huzella, aki egyébként leginkább Párizsba vágyott tanulni, nem sokára Münchenbe is követi Baktait. Mint írja, először voltam idegenben, Münchenben, de nem éreztem magam idegenül. Elsősorban Ervin barátom jelenléte folytán, de meg a túlnyomóan magyar környezet következtében is. Hát a túlnyomóan magyar környezet az valóban igaz volt, de Hólósi környezetében nem csak magyarok tanultak, hanem németek, svájciak, és főképpen oroszok olyannyira, hogy ebben az időben tanult meg Baktai oroszul is, és például ebben a társaságban színre vittek orosz szerzőket, Csehovot, egyebeket, és hogy mennyire erős volt ez az orosz hatás, az jól mutatja, hogy Baktai, aki középen áll a képen, itt láthatjuk Baktait, és itt láthatjuk jobb oldalt Huzellát. Orosz inget, rubáskát visel, összekötve, és hát a Tolsztoj szakál felé halad. Egyébként soha többet életében nem volt szakállas. Barátom már második éve élt, folytatja Huzella, a nagyöreg társaságában, és annyira magáévá tette az öreg egyéniségét, hogy szinte felolvadt benne, és elvárta, hogy mindenki más is úgy tegyen, de csak az ő interpretációján keresztül. Hát ezt nagyon jól tükrözi a következő Huzella karikatúra, a Kaleidoszkop sorozatból az 1913-as év. Ennek okán nem csak kettejük barátságában állt be némi elhidegülés. Ismét Huzellát idézve, ez történt Hollósi mester esetében is. Barátom annyira közibén kékelte magát, hogy végül köztem és Hollósi között felmerült differenciákat az ő közvetítésével oldottuk meg, oly módon, hogy én kiléptem az iskolából, és egy hónap múlva vágyaim ne továbbja, Párizs felé utaztam. Nem sokára Hollósi megismerkedik az ugyancsak, nem sokára Huzella megismerkedik 1913-ban az ugyancsak Hollósi festőiskolás Walleshausen Zsigmond testvérével, húgával, Jankával, akit majd 1916-ba vesz feleségül. Az ő unoka testvérük Ilona egyébként Móra Ferenc felesége volt. 1912-13 körül Baktainak már kialakul a kelet és az India iránti határozott érdeklődése. Nem véletlenül, hiszen Marie Antoinette Lahorban találkozik Bamba hercegnő félhivatalos vőlegényével, Umrau Singh Sergillel, nem sokára házasságot köt vele, majd 1912. decemberében Budapestre költöznek, és 1913. január 30-án pedig megszületik Amrita Sergill, a későbbiekben világhírűvé vált indiai festőnő. 1915-ben Baktait besorozzák segédszolgálatos, önkéntes, tisztiiskolás. Ekkor festői munkássága megszakad, 16 tavaszáig katonai kiképzés kap, a Magyar Királyi Első Honvéd Gyalogezred népfölkelő hadnagya, áprilistől a harctérre kerül, fordítani kezd. Első fordítása 1917-ben jelenik meg egy Francis William Bain nevű szerzőtől, aki indiai történeteket írt olyan nagy sikerrel, hogy egyrészt nem hitték el róla, hogy nem a szanszkrit eredetiből fordította, másrészt pedig a B nevet sokáig Baktai A nevének hitték. Baktai 1918. októberéig van a harctéren, majd tartalékos hadnagyként leszerel. A háború után a két barát életében is komoly változások történtek. Huzella családot alapít, életformaváltásra kényszerül és hivatali rendőrnyomozói munkát vállal. Így ír visszaemlékezéseiben.
Közben a háború lezajlott, és az életem lett boldogabb, viszont barátom, mint baktai, ismét jelentkezett, de már nem mint festő. A háború első éveiben megnyitotta még műtermét Münchenben, de hogy nem, rájött, hogy mégsem a festés a neki való pálya. Mint ahogy nekem mondta, tudod öregem, belátom, nem nekem való munka a festés, mert a lábaim nem bírják a sok mászkálást. Itt húz el a csillagokkal, annyit jegyez meg, hogy szabályos lúttal. Elhatároztam, hogy inkább író leszek, az ülve is írhat. Milyen csekészségeken múlnak sorsok? Valóban Baktai 1919-ben már csak kísérletezik a festészettel, és 1920-ban végleg abba hagyja a festészeti tevékenységet, irodalommal, keleti tanulmányokkal foglalkozik, folyamatosan jelennek meg bénfordításai, igen nagy siker, többször kiadják ezeket a fordításokat, kisebb-nagyobb könyvek alakjában, limitált kiadásban megjelenik a Kámaszútra fordítása, első cikke pedig 1920-ban mindjárt a Nyugatban jelenik meg, Omar Hayyamról, illetve Szabó Lőrinc Omar Hayyam fordításának problémáiról. 1923-ban pedig megjelenik az Int hőskölteményt, a Maábháratát összefoglaló munkája. A Világirodalom könyvkiadó vállalat megbízza a Hat világrész című könyvsorozat több könyvének fordításával. Baktai tehát, mint itt látjuk az illusztráción is, szép sikerrel rója az irodalmi és a tudományos köröket. De azért játszótársakat is keres, és erre Huzella így emlékszik vissza. Ekkor, ha jól emlékszem, 1923-ban vagy 24-ben egy közös barátunk, Blattner Géza, ő szintén volt hólósi növendék, budai kis műterbében nagyon hangulatos és stílusos valódi római görög estét rendezett, melyen én is megjelentem az Operaházból összeköttetés útján szerzett gyönyörű eredeti római toalettemben. A jelen voltak természetesen ismét művészek köréből, gyűltek össze a hölgyek, pláne leginkább a világot jelentő deszkákról. Erről egyébként a konferencián már elhangzott egy előadás. Ez egészen 1925-ig tartott ez az időszak, amikor is Blattner Párizsba távozik, és ott megalakítja, későbbiekben világhírűvé vált Arc-en-Ciel szivárvány nevezetű bábszínházát. De azért itt, hogy milyen hangulata lehetett ezeknek az esteknek, itt idéznék, az egyik meghívónak a szövegét idézném, amit feltehetően maga Baktai írt. Üznéked elhivatott, íma sors kegye rád mosolyog most, hédoni kör szimpózionára idéze levél itt. Vedd le a tagjaidat borító barbár csúnya leplet, szellemedet se takarja borongós északi köntös, erre az ére legyél szabadult szép hellászi lélek, sokszínű tíruszi kelme redőit övezve magadra. Ám de előbb a világért sem felejtsd a fürdőt. Gyors evezős gályád azután igyekezzen a tájra, hol kecses Afrodité és Dionysos sok híve vár rád. Végezetül ne felejtsd az italt és ennivalókat hozni magaddal áldozatul eme Bacchuszi estre, mert ha nem így tennél, kapu fel nem tárul előtted. Az eseményeken egyébként mindenkinek külön neve is volt, a hollósi tanítványok közül Blattner, mint Heliogabalus Pictor, Walleshausen Zsigmond Sigismundus Nazilusként, Huzella Pár pedig Huzellus Pictor néven szerepelt. Közben a mester nyughatatlan szelleme már új utakat keresett, és 1924-ben meg is történt a nagy esemény, a képzeletbeli vadnyugati város, Laufelstown megalapítása és az első Weiwesri Meeting barátai, köztük Huzella Pál közreműködésével. És ennek is megvan a maga előzménye. Baktai még kamasz korában 1906-ban látta a híres Buffalo Bill budapesti vendégszereplését, a Weiwesz Show-t, ami kitörölhetetlen nyomokat hagyott benne. És erről a nagy eseményről hosszasan megemlékezett önéletrajzában is. Már a plakátnak is csodájára jártunk. Az egyiken több méteres nagyságban maga Buffalo Bill volt látható. Hosszú őszhaja, daliás bajusza és kecske szakálla volt, merész sasóra fölött villogó szempár nézett kevélyen a messzeségbe. Szélesvállú karcsú törzsét rojtos bőrzeket akarta, magasszárú fehér lovagló kesztyűs kezével széles karimájú kalapot lengetett, feszes fehér szarvasbőrnadrág és combigérő lakcsizma fötte lábait.
Maga volt a megtestesült regényesség. Láttára megdobbant a szívünk, minden kalandos vágyunk és elképzelésünk Buffalo Billben látta igazi beteljesülését. Így írja le Baktai az önéletrajzban az előadás kezdetét. Bevágtatott az első csoport. Indiánok voltak teljes harci díszükben. Két hosszú, egymás mögött felzárkózott sorban, száguldó irammal nyargaltak mindegyik sorban 21 néhány lovas. A két sor vágtatás és kanyarodás közben is megtartotta hibátlan rendjét. Előttük egy ismert nevű idős főnök lovagolt, hatalmas sastolkoszorúval a fején és sastollak sorát lengető láncsával a kezében. A főnök ékes gyöngyhímzéses szarvasbőrruhát viselt, de a harcosok csupán ágyékkendőt és mokaszint, hosszú hajukban tollakat, kezükben fegyvert hordtak. Tetőtől talpig harci színekkel festették be magukat, nyereg nélkül lovukhoz tapadva vágtattak, és így tovább nagy részletességgel írja le Baktai az egész előadást. Ez volt tulajdonképpen a kamaszkori előzmény, és Huzella 1924 egy téli napján a következő rejtélyes levelet kapta. Parancs! Wide West estéjünkre meglincselés terhe alatt vadnyugati öltözékben megjelenni köteles, folyóhó 26-án kedden este 9 órakor Mr. Blattner műtermében, Donati Street 2. Minthogy a plérin étel és ital nem kapható, hozzon magával 4 zsemét és 2 kemény tojást. Huzella tehát a meetingek aktív szereplője lett, itt látható a képen, Huzella középen pedig a főszereplője az estének, Baktai Sheriff csillaggal. Huzella pedig szintén új nevet kapott ebben a társaságban. A elnevezése a Box lett, egy pórúját kötekedő részeges csavargó neve Baktai egyik kedvenc könyvéből, a Huckleberry Finnből. Ez persze nem csak Baktainak volt a kedvenc könyve, hanem Huzellának is, és már Harasztiban eltöltött idejük alatt buzgón idézgették a különböző illusztrációk aláírásait egymás között. Huzella ezt írja erről az időszakról. Ilyenkor egészen boldognak éreztük magunkat, de még ma is örömmel tölt el bennünket, a sikerrel alkalmaztunk egy-egy idézetet. Idegen, ha járatlan a könyvek világában, joggal hiheti, hogy bolondok vagyunk, ha ilyesféléket hall tőlünk. Ilyen tutajon érdemes kormányosnak lenni. Volt idő, amikor társaságunknak nem lehetett tagja senki addig, ameddig beavatást nem nyert a Huck Finn rejtelmeibe, hiszen hogyan is tudott volna velünk beszélni. És Huzella annyira beleélte magát ebbe a könyvbe, hogy egyik illusztrációját át is rajzolta, Baktai és új barátjuk Básti István a könyvben veszekedő két csavargót személyesíti meg, az álkirályt és az álherceget. A következő év ugyanis fordulatot hozott a társaság életébe. A Wide West játéknak óriási sikere volt, és a kezdeti nehézségek után kialakultak a szabályai. Mr. B. Long néven pedig megjelent körükben a következő időszakot ugyancsak meghatározó barát, a Nemzeti Színház és az akkori magyar filmek többségének díszlettervezője, Básti István, aki a társasági keresztségben a Marshall fokozatot kapta meg. A következő évben, 1926, itt még egy képet szeretnék bemutatni a társaságról, ahol a oszlopos tagjai láthatók, a sheriff, illetve először ugye a Marshall, a város marshallja, sheriffje, kormányzója és Huzella Palmister Box. A következő évben Baktai 3 évig tartó indiai útjára indult. Ebből az alkalomból Huzella egy karikatúra sorozatot kezdett el rajzolni, és megírt egy teljesen sajátságos hőseposzt, ami szerencsékre ugyancsak ránk maradt. Ez körülbelül egy 40 képből álló sorozat, itt most csak néhány részletet szeretnék belőle vetíteni. Ami a képeknek, a rajzoknak a szöveges hátterét illeti, azok a baktai levelek, amelyek alapján a képeket Huzella rajzolta, azok nem kerültek elő, de Huzella egy 13 részből álló történetbe belefoglalta
baktainak bizonyos levélrészleteit, és ezeknek alapján illusztrálta is az eseményeket. A karikatúra sorozatnak az a címe, hogy Bakta Bhikshu megjelenik, és ezzel a névvel baktai nem csak egy nevéhez hasonló hangzású, hanem filológiailag is megalapozott pszeudonímát választott magának. A szó első fele ugyanis a hindu Vishnu hívők jellemző vallási irányzatából, a baktiból ered. Ez azt jelenti, hogy az istenséggel való egyesülés csak is az iránta való odaadó, rajongó szolgálat, szeretet révén lehet elérni. És az ilyen szeretettel eltelt hívőt nevezik baktának. A bhikshu szó pedig a szegénységi fogadalmat tevő hindu brámanákat, vagy pedig buddhista szerzeteseket jelöli. Baktai átnevének persze átvitt értelmű jelentése van, nyilván ez az ő India iránti rajongását is példázza. A történet expozíció szerű első részében Huzella bemutatja baktai baráti körét. Ez tulajdonképpen az utazása előtti időszakban kialakult Zri meetingeknek a társasága, ahol a társaság, mint a szövegből kitűnik, a korszak egyéb alternatív mozgalmaival is kacérkodhatott. Idézem. És valának neki számos barátai és barátnejei, miként a sáskák. És evének valamennyien mézet és zöldhagymát, mert Bicsérdi és az ő profétája, baktai úgy tanítják. És üzének ők különféle iparokat. Voltak, akik az írást, mások a képírást gyakorolták, mások ismét házakat építettek és díszítettek. Voltak, akik költöttek, bár nem valanékiek miből. A második részben már a főhős távozásának körülményeit ecseteli. Az időben mondta vala baktai az ő barátainak és barátnéjeinek. Savanyú az én gyomrom, mint halálik. Mire kérdik tőle ezen barátok és barátnéjeik, hogy mi bántaná az ő gyomrát. És ő felelé, mert úgy érzem, nem terem én már ezen föld elegendő salátát és babért számomra. Mondák a barátok és barátnéjeik, mi föld tehát az, melyen mindezek, és ezen felül még hagyma is elegendő mennyiségben terem számodra. Ismét felelé ő, India az a hon, ahol a banán virul. Mondák tehát neki, távozhat körünkből, s boldogítsd de hont. Erre ő, mivel hogy olykor-olykor igen szófogadó vala, elméne. Mint ismeretes, baktai 1926. június 1-én Triesben szállt fel az Ázsia nevű hajóra, majd június 19-én érkezett meg Bombéba. A sorozat első, némileg elnagyolt rajzán a cowboy ruhás sheriffcsillagos baktai magából kikelve, gesztikulálva próbál valamit megértetni egy elegánsan elhúzódó turbánus indusnak. Könyveiben baktai ugyanerről az eseményről nem emlékezik meg, de Huzellának írott első levelében, amit ebben a bizonyos történetben idéz, megmagyarázza ezt a jelenetet. Megismerkedtem a hajón egy indussal, ki arannyal, tömjével, mirhával és nárdussal kereskedik nagyban, engrosz, és minden évben vadnyugatra utazik. A sok odavalósival való érintkezés megrontotta benne őseinek erkölcsét, befolyásolta világnézetét, úgyhogy képzeljétek, barátaim, vele szemben én képviseltem Indiát, India szellemét. E magasztos küldetésem betöltése után, mert az volt, a hajó már is kikötött velem együtt Indiában. A következő rajzon egy daliás, vöröskabátos indus katonatisztre próbál a rongyos baktai egy gebét rásózni. A jelenet baktai Indiai Éveim című könyvében leírt epizódra utal, amikor ugyanis 1926. júniusában Bombéből Simlába utazott, indus utitársa, a lovasság főfelügyelője, az egyik indiai maharádzsa hadseregében élénken érdeklődött a híres magyar lovak iránt. Baktai nem csak a magyar lótenyésztő telepek kiválóságát ecsetelte,
hanem nagy beleélő képességgel azt is elképzelt, hogy ő maga hogyan fog meggazdagodni a leendő üzletágból. Azonnal írt a lótenyésztéssel foglalkozó barátainak, valamint a minisztériumnak, ahonnan végül kapott két brosúrát. Az egyik a szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozott, mint a csak manapság lenne, a másik pedig a lótenyésztéssel, mindez pedig német és francia nyelven, amit útitársa nem tudott elolvasni, így hát a nagyszabású terv megfenek lett. Baktai először családjánál, azaz nővérénél és nővérének férjénél szállt meg Simlában, majd egyre hosszabb utakra indult, és tőle terhetően elkezdte bejárni Indiát. A hinduk őszi ünnepe a Shiva kultussal kapcsolatos Dasera alkalmából nagy ünnepséget és szertartást, azaz hindus nevén darbárt rendeztek a patiáliai Maharaja udvarában, amelyen Baktai is részt vett, nagyon élvezte az ünnepséget, részletesen leírta az 1001 éjszakába illő látványosság részleteit a következőképpen. Kommentálva, legalább egy pillanatra elfeledkezhetünk a kűnszorongó szegény nép kimondhatatlan nyomoráról, a város hitvány vályogbiskóiról, az emberiesség és a demokratikus haladás követelményeiről. Lehetetlen kiszabadulni, legalább erre a rövid időre, a büszke pompa, szédítő gazdagság, a nagyúri fölény, az egész színes, valószínűtlen csodavilág hatása alól. Ezt egy kicsit másként kommentálta Huzellának írott levelében, ugyanezt az eseményt. A Maharaja udvarában igen előkelő méltóságot töltöttem be. Nem a kupec alantas foglalatossága volt ez, mint némelyetek vagy nyugati múltamat tekintve gondolhatná, ó nem. Én voltam a Mahá udvari festője. Nagy sikerrel örökítettem meg összes nagymamáit, és mint ilyen rendkívüli tiszteletnek örventem az udvarban. Különös kitüntetésképpen részt vehettem a Darbár nevezetű ragyogó udvari népünnepélyen is, ahol megkülönböztető jelvényül piros-fehér-zöld színű karszalagot viselhettem magyarság felírással. Ez is rendkívüli személyes sikerem volt. Baktai folyamatos megszakításokkal ugyan, de 1927 áprilisáig tartózkodott Patiálában a Maharaja vendégeként. És hogy a fent említett festői tevékenység milyen fontos szerepet töltött be életében, azt a Huzellához intézett levél folytatása is bizonyítja. Közben pedig csak festegettem és alkotgattam a Mahá őseinek és késői utódjainak képeit, melyekért a Mahá vagyonokat helyezett kilátásba. De rettenetes az, hogy az ember megőrül, mire ő felsége színe elé jut, hogy a pénzét bevasalhassa. Mert ezek a keleti kényurak épp oly nehezen izzadják ki a gubát, mint arra mi felénk. Ugye, ahogy itt látni is lehet, a képen egy kórházi szolga emeli a zsákba csomagolt Baktait távolra a pénzhalom előtt álló Maharajáról. A levél folytatása azonban ennél még érdekesebb. Közben a szomszéd fejedelmek látogatóba érkeztek hozzánk, s hogy nekik illendő szállásuk lehessen, mindenki, aki él, kitugratik helyéből helyi szokás szerint. Magam is sátorlakó lettem egy időre. Ekkortájt fejeztem be modern Shiva című remekemet a Mahá számára. Ezt még a Mahá is megsokallotta, és sürgősen rendelkezett, hogy pénzemet kifizessék. Olyan sok volt a guba, hogy a pénztárosok zsákokban hordozták szekérre. Valóban, mint azt egy 1927-ben készült fénykép is tanúsítja, Baktai a jóga uraként megfestette Shivát hajában holtsarróval, nyakában a hagyományos rudraksa olvasófüzérrel. Mindazonáltal könyvében egy kicsit másként írja le ezt az esetet. Ha jól emlékszem, az India című könyve volt. Eszerint a Dolpuri Maharaja felkérésére nem Shivát, hanem Rámát kellett megfestenie, amit hosszas előtanulmányok után meg is tett. Idézem Baktait, én hát ragyogó kisé bronzos, de egyébként természetes színűnek fogtam fel a héroszt, de alakján és arcán kifejezésre próbáltam juttatni az ifjúság szépségét és telt erejét. Ám amikor végre a nagy reményekkel eltelve bemutatta a nagyúrnak a képet, akkor az alakot kékre kellett volna átmázolnia, ami ellen Baktai tiltakozott, végül megmakacsolta magát, és Simlába vitte el a képet, ottani barátainál hagyta, amit végül
amíg végül meg nem tetszett egy másik hindú fejedelem feleségének, és az meg is vásárolta. Igaz, hogy az eredetileg kialkudott ár negyedér, de hát ahogy Baktai megjegyezte, a veszett fejszének legalább a nyele megkerült. Október 1927. október végétől december közepéig Baktai egy lahori előkelőség Rádzsa Narendranát otthonában vendégeskedett, és le is írta a Rádzsa unokáinak hindu felavatását, amely alkalomból nagy ünnepséget rendeztek a háznál. Általános szokás szerint ugye az indus házakba és a szent helyekre csak cipő nélkül illik belépni, és az ebből adódó furcsa helyzetet Baktai, mint hogy a képen is látható, így írta le. A tornász szőnyegére vagy a házba mindenki csak mezitláb vagy harisnyában léphetett be. Én, mint a ház lakója, már előbb a szobámban levetettem a cipőmet, és két pár harisnyát húztam fel, ugyanis a pandzsábi téli eskék olykor elég hűvösek. Kívülem még több indus úr is nyugati öltözékben, egyrészük dinner jacketben, azaz smokingban volt, akár én magam. Az ilyen európai ruhához aztán nagyon furcsa, szokatlanul, és ezért komikusan vág a cipőtlen láb. Ez volt egyébként az egyetlen rajza sorozatból, ami meg is jelent Baktai indiai éveink című könyvében. Egy 1927-ben kelt baráti levelében, Huzelának írt baráti levelében Baktai így foglalja össze tapasztalatait. Sok élményem közül az egyik legérdekesebb, mondhatnám legmulatságosabb volt a fogadtatás, melyben egy templom papjai részesítettek térítői utamon, midőn az itt dívó, fényes szertartások között meglátogattam templomaikat. Ki is jelentették, hogy ilyen angrézi még nem járt arra felé. Igaz, hogy a szertartás egyik-másik pontjának, mint a képen is láthatjuk, kissé szokatlan, furcsa íze volt, kétségtelenül egyik legbensőbb élménye ez utamnak. Áhítatos magatartásom direkt rajongásba ejtette a papokat, és annyira istenítettek, hogy attól féltem, végül még avatárnak fognak nézni, és istenné avanzsálok. Az állandó magasztalások hatása alatt, mint ahogy a szövege is a képnek írja, pofám teltebbé vált, és nem olyan kiaszott, mint előbb volt. A következő levelében pedig így ír. Már újra jól érzem magam, s folytatom nagyvilági életemet. Látogatásokat teszek a környékbeli uraságoknál, kik majdnem szétszednek abbeli iparkodásukban, hogy engem vendégül láthassanak. Így a közelmúlt napokban is nagyszerű összejövetelen vettem részt, melyen közel 300 meghívott között én voltam az egyetlen európai. Képzeljetek el engem, barátim, mennyire elememben éreztem magam. Feljegyzése szerint Baktai 1928. március 5-én dühöngő porvihar közepette jutott el Agrába. Annál nagyobb volt a megkönnyebbülése, amikor este elült a por, és a telihold fényénél megpillantotta Sáh Jahán feleségének emlékére márványol emelt híres, nevezetes síremléket, a Taj Mahalt. Elragadtatása, ahogy a könyvében is, India könyvében leírja, nem ismert határt. Valami kifejezhetetlen hangulat markolja meg szívemet. Ez itt a tökéletes szépség víziója. Nem hasonlít semmihez, amit eddig keleten vagy a nyugaton láttam, és nincs benne semmi fogyatkozás, semmi, ami a tiszta szépség teljességére akár egy parányi árnyékot is vette. Előtte márvány szegélyezte, hosszú vízsáv húzódik, egészen a fehér márvány csodalábái, két oldalt fekete ciprusok sora. És mögöttük, mint földön túli látomás, emelkedik föl a Tács fehér kupolája és négy karcsú tornya. Még Huzellának írott levelében is átsüt ez a hatalmas élmény. Hiába, még a Taj Mahal, az isteni Taj sem kerülhette el a velem való megrendítő találkozást, persze a kötelező holdvilág káprázatos ragyogásában. Láttára 15-ször elájultam, és zokogni kezdtem. A festmény ugye hűen követi Baktai leírását, amennyiben a nagy utazó az előtte lebegő látomástól megrendülve még ruháit is elveszíti. 1928. március közepén Baktai Ahmedabadba érkezett, bejelentkezett Gandhi telepére, a Szatyágraha ásramba, ahol pár napig vendégül látták. Részletesen írt a telepről és rakóiról, és nem utolsó sorban magáról, Gandhiról szerzett benyomásairól,
és egykori mesteréhez, Hollósihoz hasonlította őt. A tökéletes poszttalanság, végtelen egyszerűség, nyíltság és melegszívű emberség hasonlóan teljes értékű benyomását eddig csak egyetlen nagy ember tette rám, Hollósi Simon, a lánglelkű művész apostol és igaz ember. Az egyik este Gandhi feleségének is bemutatják Baktait, akit ő meglehetős lakonikusan jellemez. Hűséges és odaadó társa férjének minden olyan munkájában, melyre tanulatlan szimplicitásában képes. Huzellának egy kicsit másként írja le ezt a nagy eseményt. Elutaztam Gandhihoz, a Mahátmához, ki gyönyörűen berendezett káposztás kertben gyakorolja a jó cselekedeteit és a növényevést. Hamarosan megismerkedtem a telep vezetőivel, vagy röviden ezután bemutattak Gandhinénak is. Sok édes órát töltöttem a földi paradicsomban, és a bicsérdista tanokban kellően megerősödve, érzékeny búcsúvétel után távoztam a helyről. Képen ugye az alázatosan meghajló Gandhi maga után bemutatja krumplit pucoló feleségét, és támogatja a szemérmetesen hajlongó Bakta biksut. Baktai 1928. júliusában kezdte meg Nyugat-Tibet felé vezető, majdnem 3 hónapig tartó expedícióját, hogy felkutassa azokat a helyszíneket, ahol Csuma élt. Nagy bizakodással indult útnak, de nem volt meg sem a szükséges felszerelése, sem egészségi állapota nem volt kielégítő. Kiújult maláriája, dizentériája és a gerince egy lovas baleset miatt sem volt megfelelő állapotban. Ezt írja erről. Valóban csak azt tartott fenn, hogy vállalkozásomat Csoma emlékének szenteltem. Amikor erőim ellankadtak, arra gondoltam, hogy ez méltatlan célomhoz, hiszen Körösi Sándor lábanyomát követem, Körösi Csoma Sándor lábanyomát követem, és ő nem ismert fáradalmat, nem riadt vissza semmi nőszenvedéstől, vállalt mindent, és végül szembe ment a halállal is, anélkül, hogy útjáról hajlandó lett volna letérni. Mint látjuk, Huzella követi Baktai fennkölt szavait, és a képen egy tibeti éppen beállítja a fényképezőgépét, hogy megörökítse, amint a fáradhatatlan Bakta biksu nagyító felé hajolva éppen Csoba lábanyomát kutatja az út porában. 1929. január elején utazott Baktai Ceylonba, hogy a déli buddhizmus világát tanulmányozza. Kandiban egy éjszaka vezetőjének kíséretében meglátogatta a híres Szentfog templomát, ahol a főpapa szentélybe invitálta. Mint írja, beléptem és fejemet meghajtva üdvözöltem. Pompás alak volt. Magas, arányos termetét csupán egyetlen selyemfényű sárga átvető köntös takarta. Széles, izmos, aranybarna jobbvállal és jobbkarja födetlenül maradt. Simára beretvált feje szoborra emlékeztetett, koponyájának szabályos tiszta formái kétségtelenül szellemi képességekre vallottak. Arca olyan volt, mint a Buddha szobroké, szemében nagy béke és nyugalom ült. Huzellának írott levelében pedig, amit Huzella rögtön illusztrált is, a történetet kissé másként interpretálta. Számtalan vargabetű leírása után most már egyenesen Ceylonba utaztam, és a szívemnek régi vágyát követve buddhista papokkal barátkoztam. Nem állítom, mintha ez a barátkozás túlságosan olcsó lett volna, de hát mit meg nem tesz az ember a barátaiért. És hát ezt a templom előtt lezajló jelenet is jól illusztrálja, ahol Baktai a főpap, a Huzella vonásait viselő főpappal barátkozik, és egy másik szerzetes pedig azzal van elfoglalva, hogy a zsebében kotorászik. Januárjának legvégén látogatta meg Baktai Shantiniketanban Tagort, akinek egy egész fejezetet szentelt India című könyvében. Szerepét és személyiségét folyamatosan Gandhival hasonlította össze, persze az utóbbi javára. Így írt róla: valahogyan nem éreztem, hogy ezeken a szemeken át egy szív tárul ki előttem, egészen közvetlenül, fenntartás nélkül. Mint ahogy akkor éreztem, amikor Gandhival álltam szemben. A költő modora tökéletes, szívélyes, végtelenül lekötelező, de mégiscsak modor volt. Valami angolos öntudatosság, gondos kimértség volt érezhető rajta.
Majd leírja, hogy egészen angolos teát szolgáltak fel. Ez a történet a Huzellának írott levélben így hangzik. Nagy körutazásomon, melynek folyamán a fél ország felesküdött a hagymaevésnek, bekövetkezett végre a nagy Tagore és a fene nagy Bhakta Bhikshu találkozása. Szabályszerű angol tejára látott vendégül, úgy általában igen örvendezni látszott láthatásomon. Meg is ígérte, hogy a jövő évben már hazámban, otthonomban fogja látogatásomat visszaadni. Tagore-nál igen szigorú rend uralkodik, és a húsevés tilos. Rettegtem, hogy utálják a dohányos embert is, mert fájdalom, ismét rákaptam erőt szokásra. Bhaktai régi tervét valósította meg, amikor elhatározta, hogy nem személyszállító hajóval fog visszatérni Európába, hanem teherhajóval. Egyrészt még nem nyerte vissza az egészségét, súlyos beteg volt az útja végén, másrészt pedig a tengeri levegőnek gyógyhatást tulajdonított, és egyébként is feszélyezték a gentlemanek külsőségeivel járó, a gentlemanek szerepével járó külsőségek, és hát a csekélye úti költségről már nem is beszélve. Ezért egy Genova felé tartó teherhajóra, a Kállára váltott jegyet, és 1929. június 1-én elindult hazafelé. Kitűnően érezte magát a szabados társaságban, és az egészsége is többé-kevésbé helyreállt. Ezt tükrözi Huzellának írott levele is. Azonban időm letelt, megpróbáltatásaim véget értek, lassan útban hazafelé kanyarodom. Sikerült annyira összeszednem magam, hogy nem csak elveszett pénzem szereztem vissza, hanem drága kincseket, aranyat, tömjén, ezt magamnak, mondja zárójelben Bhaktai, és mirhát és még sok hasonló becses ajándékot viszek részetekre. Mert immáron elég volt a keletből, rövidesen hajóra szállok, mégpedig teherhajóra, hogy amit az úton megtakarítok, azt is nektek vihessem. A nagy utazás után a megdicsült Bhaktai egymás után publikálta az úti élményeket, és ugye egyrészt, ahogy a korabeli fotós látta Bhaktait és a jó barát. Három teljes esztendei távollét után maláriától meggyötörve teljesen ősszen, de töretlen kedéllyel tért vissza kitűnő barátom, és ekkor kezdette meg nagyszabású könyvsorozatát Indiáról, ottani tapasztalatairól, élményeiről, India népéről, vallásáról és egész kultúrájáról, mely munkásság kitűnő nevet szerzett neki a hazai tudományos körökben. Közben a tudományos elfoglaltság, amely időközben még az asztrológiával is kiegészült, nem gátolta meg Bhaktait abban, hogy újra éresse a Wide West világát. És még egy újabb terv is megfogantaaz örökké nyugtalan fantáziájában, 1931-ben megalapította a Dunai Indiánok törzsét, mégpedig sajátos indokok alapján, amint azt egy korabeli cikkében írja. Az észak-amerikai indián a világ minden népe között a legigazi sportember, mondhatni született sportember, mégpedig a sport legnemesebb értelmében, mert a sport tisztult fogalma magasrendű etikát tartalmaz. Nem sportember még ebben az értelemben az, aki szeret vadászni, vagy futballmérkőzésre, lóversenyre, vagy atlétikai versenyre járni, sőt még az sem mindig igazi sportember, aki maga műveli ezeket a sportágakat. Indián szempontból, klasszikus indián hagyományok szerint, például az az igazi sportszerű magatartás, ha a vadász tökéletesen ismeri a természet életét, a vadak szokásait, jellemét, otthonosan érzi magát a természetben, segíteni tud magán minden körülmény között, viharban, fergetekben, épp úgy, mint szép időben, de ezt a sokoldalú ismeretét nem arra használja fel, hogy a természetet pusztítsa, szegényebbé tegye beavatkozásával. Mint ahogy már előzőleg láttuk, ez a történet is visszautal a Bhaktai számára felejtetetlen Buffalo Bill indián és cowboy társulatának 1906-os budapesti fellépéséhez. Ugyanis ebben az évben Dunaharasztin a nagy közönség előtt helyi erőkből verbúvált csapatokkal Bhaktai megrendezte a saját Wide West show-ját, ahol már indián főnököt játszott. Itt most csak azt a hidat szeretném bemutatni, ahol a csata, amely a csata központja volt.
a szigetre, ez volt a szigetre vezető gerendahíd, és itt idéznék baktai önéletrajzából ismét. Lövések vezették be a támadást, a sápatarcúak kúszva fától fáig surralva törtek elő, mi indiánok a híd innenső oldalán megbújva hevesen viszonoztuk tüzüket. Végül a híd közepén összeütközött a két sereg, szilaj csatakiáltások és fegyverropogás közepette vívtuk elkeseredett harcunkat. Ám a fehérek egy része orvul átúszott a folyón, és hátba támadtak a hídon küzdő indiánokat. Két tűz közé szorítva mi más tehettünk volna, mint hogy az életben maradottak élükön velem, mint nagyfőnökkel, a híd korlátjáról a folyóba vetettük magunkat, míg a győztes fehérek gyilkos tüzet zúdítottak a menekülőkre. És hogy milyen volt a törzs élete, azt a törzsnek egy külföldre szakadt tagja Kései 1986-ban írt visszaemlékezéseiben így írja le, illetve így jellemzi, mint baktai, így jellemzi baktait, mint nagy főnököt. A törzsnek nem csak alapítója, de teste lelke is a főnök volt, az ő sajátos egyénisége nyomta rá az együttesre az egyszerű és soha vissza nem térő unikum jelleget. Ő volt a középpont, amely körül nem csak keringtek a többiek, mint bolygók a nap körül, hanem valahogy még a létüket is tőle kapták, legalábbis törzsi vonatkozásban. Ő és közvetlen barátai alkották a törzs magját, valóban körülöttük forgott minden, ők voltak a nagyok. És hogy kik voltak ezek a nagyok? Ez mit jelent? A csak belső körben ismeretes törzsi lexikon szerint a nagyok az ősokkal egy időben, vagy belőle közvetlenül emanálódott jelesek gyűjtő neve. A mitológikus hagyományok szerint így következnek. A főnök, másképpen serif, boks, easygoing Joe, öreghalássas, a marsal. Ezek ősnemzés útján jöttek létre. Mindjárt utánuk következnek a valamivel utóbb érdemeik és éveik révén a nagyok közé emelkedett kiválóságok. Nyílhegy, sok kutya, rancher, szürke sólyom, s elnézzük az elnézendőket, kisharkály. A nagyok egymás mód felett tisztelik, a város és a törzs többi tagjának pedig vallásos kötelessége a nagyokat nyelv csattogtatva tisztelni. A kaleidoszkóp sorozat következő utolsó előtti rajza egy nagy ugrással a háború utáni életérzéseket és lehetőségeket foglalja össze. 1946-ban kap baktai kinevezést a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeumba. Three meetingek, nyári táborozások, indián törzsi életről erről szó nem lehet, de a titokban csendesen megkezdődnek azért a havi összejövetelek, és még ebben a nyomorúságos helyzetben is láthatjuk, hogy hogyan gondolkoztak baktaiék a Nyulláb királynéhoz címzett kifőzdében, hogy tevékenykedik baktai, és hogyan kóstolt a nyullábak után Huzella. 1948-ban ez a sorozat utolsó képe, bár nem volt könnyű baktainak a hivatalos rendbe beilleszkedni, javában dolgozik a Hopp Múzeumban, mint komoly tudós, leltározza a gyűjtemény tárgyait, rendezi a katalógus cédulákat, előkészíti a következő nagy indiai kiállítást. Megindul újra az indián táborozás is, és 1948-ban kezd dolgozni sokat emlegetett önéletrajzán is, amelynek Joseph Conrad nyomán a következő mottót adja. Nem, ez lehetetlen. Lehetetlen az emberélet bármely adott időszakának létérzetét szavakba foglalni, azt, ami igazságát, jelentőségét, legbelsőbb, mindent átható lényegét kifejezni. Lehetetlen. Élünk, álmodunk magányosan. De ezen közben minden bizonnyal egyetértett volna Krúdinak az Álmos könyvben megfogalmazott gondolatával is. Álom, játék, mint az élet. Néha komolyra fordul a játék, az élet is, az álom is. És idáig tartott Huzella Pál Kaleidoszkóp című sorozata. Köszönöm szépen a figyelmet!